Az Innovációs és Technológiai Minisztérium november elején jelentette be, hogy tartalmában és módszertanában is megváltozik a szakképzés 2020-tól. Szerda délelőtt erről szervezett tanácskozást a megyei kereskedelmi és iparkamara, amelyen megvitatták, hogy a megfelelő működés érdekében milyen változásokat kell végrehajtani az oktatásban, és hogyan befolyásolhatják a változások a munkaerőpiacot, valamint a vállalkozások versenyképességét. Szeretnénk felhívni arra a figyelmet, hogy milyen nagy jelentősége van annak, hogy szakképzett munkaerő rendelkezés áll a vállalkozásoknál, és ennek érdekében különböző támogatási formák vehetők igénybe, és igazodni kell ahhoz, hogy keresletvezérelt szakképzést, keresletvezérelt képzést támogassuk és szorgalmazzuk, hiszen nagyon fontos az, hogy a vállalkozók a rendelkezésre álljon olyan munkaerő, aki megfelelően képzett, szakképzett és a modern technika vívmányait tudja alkalmazni. Gurbánné Pap Mária, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója a tanácskozáson a legfontosabb változásokról tartott előadást, melyben kiemelte, hogy az iskolarendszerben történő oktatásban is lesznek új elemek. Az új törvény azonban elsősorban arra irányul, hogy a duális és felnőtt képzésben nagyobb hangsúlyt fektessenek a gazdálkodó szervezetekkel való szorosabb együttműködésre. Iskolarendszerben 174 szakmát oktatunk, ezt az iskolarendszerben oktatott szakmákat új iskolatípusokban. Ez azt jelenti, hogy következő év szeptemberétől technikumban és szakképzőiskolában tanulhatnak a tanulók, tehát a jelenlegi 8. osztályos tanulók már ilyen iskolatípust választhatnak, technikumban végzést követően egyszerre kap érettségi bizonyítványt és technikusok levelet, a szakképzőiskolában pedig kap egy bizonyítványt. A főigazgató elmondta, az új törvény több lehetőséget ad ösztöndíjak elnyerésére, a duális képzés esetén pedig munkaszerződés köthet a tanuló az adott gazdálkodó szervezettel, ami szintén plusz juttatást jelenthet a képzésben résztvevők számára. Szó esett ezek mellett arról is, hogy az utóbbi időben a szakmunkát is elérte a digitalizáció hatása, amihez mind az oktatásnak, mind pedig a vállalkozásoknak igazodniuk kell. Azt mindannyian látjuk, hogy a munkaerővel szemben megváltoztak a követelmények. Nagyon sok munkakör részei automatizálásra kerülnek. Itt vannak a robotok a mindennapjainkban. Az egyes szakmák digitalizálódtak, digitális kompetenciák vannak, és másfajta tudást, másfajta kompetenciákat vár egy szakembertől ma már a gazdaság. Ezért ez a legfontosabb. Gurbánné Pap Mária hozzátette, ezek miatt az újfajta elvárások miatt van szükség arra, hogy folyamatos legyen a tapasztalatcsere a képzőintézetek és a gazdálkodó szervezetek között. Az új szakképzési törvény január 1-től lép életbe.